Köszöntöm a köztér valamennyi nézőjét, tehát az alábbi filmösszeállításból azt hiszem, hogy sejthetik kedves nézőink, hogy a királyi napok és az augusztusi nagy rendezvények kerülnek mai adásunk középpontjába. Sok szeretettel köszöntöm stúdiónkban Matúz Jánost, a Vörösmarty Színház művészeti intendenset. Szervusz, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Örülök, köszönöm. Távolinak tűnik még az augusztus, de hát már itt van, sőt olyannyira itt van, hogy szombaton találkozhatnak az óriás bábokkal, és hát egy kicsit a szertartás játékból is ízelítőt kaphatunk. Igen, holnap kezdődik a szertartás játéknak a sajtó tájékoztatója. Ekkor állunk ország és világ elé az egyéves előkészítő munkánk eredményével, egy nemzetközi tájékoztató lesz, mert Vajdaságban, Kárpátaljáról, Délvidékről és Felvidékről is fognak jönni érdeklődő média munkatársak. Azért fontos ez, mert el szeretnénk egy olyan folyamatot indítani a Rákóczi Szövetség együttműködésben, hogy szeretnénk, ha nagyobb figyelmet szentelne a külhoni magyar sajtó ennek a rendkívül izgalmas folyamatnak, amelyet 13-ban kezdtünk el Fehérváron, és amely most már a 6. állomására fog érkezni. Nevezetesen a szertartás játékok sorozatról beszélünk, ami Szent Istvánnal kezdődött, az igazából még egy oratórium volt, és eljutottunk a mai pillanatig egy király legendáig, ahol a magyar királyaink életét és személyiségét próbáljuk felmutatni, elég hosszú szakmai előkészítő munka eredményeként. Igen, ugye arról korábban már beszéltünk, és a kedves nézők tudják, hogy ennek az alapja, ha már a szakmai előkészítő munkát említetted, az a maga a liturgia is megfelelő az akkori liturgiának, és az egész úgy épül fel, ahogy egykor ezen a helyszínen ez megtörténhetett és zajhatott. Nem lehet eléggé hangsúlyozni az, hogy ez világviszonylag egyedülálló lehetőség Székesfehérváron, mert nincs a világon még egy olyan pont, ahol ugyanazon a helyen lehet ezeket a szövegeket elmondani, ahol 7-8-900 évvel ezelőtt valaha is zajlottak. Az a szerencsénk, hogy a koronázási ordók, a szertartás rendek latin nyelvű szövegei a 13-14. Századi kódexekben latin nyelven megőrződtek. Ezeket mi fölkutattuk, és tudós tanárok papok segítségével magyarra lefordítattuk. A 14. század legelső zenei kotta képeket pedig kikutattattuk. Úgyhogy rendelkezésére áll Fehérváron az egyedülálló képi, zenei és szöveges emlékanyag, amire építhetjük ezt a nagyon különös szellemi, archeológiai munkát, amit mi évek óta most már a színház vezetésével végzünk, és aminek az eredményét a fehérvári és a mindenkező közönség évről évre a Nemzeti Emlékhelyen megnézhet. Az ország egyik legnagyobb szabadtéri színpadán ezt is hozzátehetjük, hiszen ez egy ilyen monumentális produkció. Fura módon 3 éve kezdtük el az óriás bábokat beépíteni magába az előadást, és azt kell neked mondanom, hogy döbbenten tapasztaltuk, ahogy az óriás bábok elkezdtek megelevenedni ezen az óriási színpadon, és hazataláltak. Tehát furcsa módon a színészeinkkel ekvivalens alakítást tudnak nyújtani, mert hogy gyakorlatilag léptékhelyesen ők vannak otthon azokban a terekben és térmennyiségekben, és valóban király óriásaink alakításának is tapsolhatunk az előadás alatt. A modern eszközöket is, ugye ezt már tudják itt a kedves nézők, hogy abszolút felhasználtuk és beépítitek ebbe az előadásba, és mindenhonnan jól élvezhető maga a látvány és az egész produkció. Egyrészt nagyon fontos, hogy ez nem egyszerűen csak egy ilyen ásatás, egy szellemi ásatás, mert nekünk ezt a kincs anyagot, ami Székesfehérvár, mint egykori szakrális főváros, és az itt eltemetetés megkoronázott királyaik számunkra előírnak. Ez nem egyszerűen csak egy múzeum, egy feltárás, hanem ezt nekünk a színház eszközeivel élményszerűen kell évről évre a nézők számára bemutatnunk, mert azt szeretnénk, hogyha a nézők ezeken a szertartási játékokon keresztül élményszerű
valódi színházi élményszerű közelségbe kerülnek, mert akkor valósulhat meg a mi nagy álmunk, vagyis az, hogy a szívekben felépítem azt a nagy boldogasszony bazilikát, amely egykoron Európa 14 legnagyobb bazilikája közé számított, és azokat a királyoknak az alakjait, akik a mi magyar nemzetállamunk alapjait rakták le. Ez egy óriási misszió, óriási felelősség, egy óriási lehetőség, hogy a mai értelemben vett színháziság szinte teljes értéktárát bemutatva tudunk egy ilyen nagyszabású, egészestés, multimédiás, egyszerre modern és egyszerre archaikus színházi élményt adni. Mi ebben a legnagyobb kihívás? Szerintem egyrészt az előkészítő munka, amely során mi felelősségünk az, hogy a tanulmányok és dolgozatok kétdimenziós teréből hogyan találunk olyan hívószavakat, amikből háromdimenziós színházi figurák lesznek. Másrészt pedig az, hogy a koronázás tere az adott. Az nagyjából minden évben az a méretű a színpad, amekkora ott rendelkezésünkre áll, és hogy évről évre úgy megújítani ezt a szertartási játékot, mint műfajt, hogy ne érezze azt a közönség, hogy ezt már tavaly látta. Tehát, hogy miközben múlik az idő, azért 50-60-80 év a 13. századba visszanézve, az gyakorlatilag értékelhetetlen változás a változatlan középkori időben, és hogyan lehet mégis az egyes királyoknak az arcélét úgy megmutatni, hogy az a mai ember számára vonzó, érthető, lehet hozzá egy szubjektív viszonyulása, uram, bocsá, megkedveli az adott királyt, mint szemét, vagy magáénak érzi azt a problémát, ami őt vonzotta, vagy éppen amelyben ő belebukott, és hogy mindezt egy olyan térszerkezetben megmutatni, amelyben a mozgásterünk viszonylag csekély. Mondhatjuk azt, hogy akkor ilyen nézőbaráttá vagy emberközelivé teszitek a történelmet? Van egy misszió szerintem, és ez a misszió, ez a Szikora János egyik legnagyobb szellemi hozadéka az ő kinevezésében, az én személyes véleményem szerint, hogy ő megértette, vagy megérezte annak a szükségességét, hogy ezeket a királyokat nekünk föl kell támasztanunk abból a méltatlan csontkamra létből, amelybe a magyar történelmünk hányatott sorsát vetette. Tehát mi Fehérváron őrizzük ezeknek a színház, ezeknek a nagy királyi csontokat, de az, hogy őket föltámasztjuk és valódi, szerethető húsvér figurává tesszük őket, ez ennek a városnak szerintem egyik legnagyobb hosszú távú missziója, legalábbis kulturális szempontban, és egyfajta lehetőség nekünk városlakóknak, hogy őrzői vagyunk egy hagyománynak. Tehát leéljük az életünket úgy, hogy a saját családunk épségén, meg a saját fizikai állapotunk épségén kívül igazából nem vagyunk semminek az őrzői. De Fehérvár azon kevés városok közé tartozik Európában, egyébként meg világviszonyban is mondtuk, hogy igen, ahol egy sokkal nagyobb, egy szinte világviszonylatban egyedül álló őrzői feladatot látunk. Ezeknek a nagy királyoknak az emlékét kell feltámasztanunk és megőrizni. Tehát szerintem abban reménykedem, hogy 30-40 év múlva is lesznek szertartási játékok, és az adott, az akkori kor színházi emberei, az akkori kor technikai lehetőségei mellett évről évre elmesélik a fehérváriaknak, és reményem szerint a Kárpát-medence és a szlovák-magyarság teljes állományának, teljes létszámának, ezek mind nagy-nagy mesék, hogy hogyan jött létre a mi nemzeti államunk. Nem véletlenül egy összmagyar kincs. Gondolom, hogy ezért is a Rákóczi Szövetséggel való újfajta együttműködés. Igen, nagy boldogságunk, hogy sikerült őket megnyernünk szellemi és szakmai szövetségesnek. Ez azt jelenti, hogy idén lesz először az, hogy a Rákóczi Szövetség igen való együttműködésben a külhoni magyar területekről, tehát Kárpátalja, Felvidék, Délvidék és Erdélyből 60 középiskolai diák fog érkezni Fehérvárra egy történelmi táborba, amiben mi magunk is előadók leszünk, és ez a 60 diák egyébként idén először statisztái lesznek magának a szertartási játéknak, tehát bízunk abban, hogy akik itt megmerítkeznek, vagy megmártóznak ebben az eseményben, azok a jó hírét viszik a fehérvári programnak,
viszik a szakrális fővárosi eposzunkat, mint úgy tetszik, és onnan is érkeznek minél többen, akik megnézik. És akkor hogy képzeljük el, hogy lesznek ilyen kvázi a történelmi táborban olyan ismeretanyagot adnak át fogyasztható formában nyilván a középiskolásoknak, amit mondjuk később fel tudnak használni, meg egyáltalán ülepszik bennük ez az élményanyag. Másrészt meg majd a próba folyamatban, meg minden egyéb dologba bevonjátok őket, és részesei lehetnek ennek az izgalmas háttérmunkának is. Igen, augusztusban megérkeznek, egy előválogatáson fognak részt venni, ahol gyakorlatilag a rendező szétosztja őket különböző feladatokra a próbák folyamán. Egyébként pedig a darab jelmeztervezőjével, velem, illetve a rendezővel lesznek szakmai napok, amikor mi beavatjuk a gyerekeket, a diákokat ennek az egész alkotói folyamatnak a rejtelmeibe. Mert azért, amikor mi 12-ben megérkeztünk Fehérvárra, akkor az egész históriáról nem sokat tudtunk. És az ott eltelt 5 év, és azért itt kifejlődött, vagy kiképződött egy viszonylag nagy szakmai, színházi, történelmi háttértudás, amelynek az átadása szerintem rendkívül érdekes lesz. Én még nem találkoztam olyan diákkal, aki ne szájtátva hallgatta volna a 3. perctől kezdve azt, amiket mi mesélünk. Innen fogjuk folytatni. Készültünk egy összeállítással, mert már annyi mindenről ejtettünk szót, az óriás bábok is középpontba kerültek. Egyszer ellátogattunk és megnéztük, hogy a mester hogyan készíti ezeket a fantasztikus óriásokat. Nézzük meg, aztán folytatjuk a témát. Tehát minden irányban el tud mozdulni, fékezhető kerekekkel, hogyha megállítják, akkor ne legyen belőle a probléma, akkor itt található először egy ilyen alsó ruházat. Ez egy ilyen olcsóbb molino anyagból készül, és azért van, hogy ezeket a könnyű sejmeknek egy kis húst adjon, tehát ne csak ezek a bábok, vagyis ezek a sejmek legyenek rajta, mert az így rátapadva az alumínium szerkezetre, és ez egy kicsit úgy kitartja, és így egységesíti a köztes réteg, a vékony anyag és a robusztus szerkezet között. Itt a kezek mozgatója az most kerül majd felszerelésre, ez egy út, ami itt a csukló alatt található csatlakozóba fog majd beleilleszkedni, és a bábot egy ember tolja középen, ő bent áll a szoknya alatt. Van egy ilyen kis tüllös ablak, ahol ő kilát, nagyjából el tudja helyezni magát a térben. Nem sokat lát ki belőle, és van két segítő, aki a két kezet mozgatja ilyen botokkal, és mellette sétálnak. Tehát 3 ember összhangban hozott munkája mozdítja meg ezt a bábot szépen, ezt fogják próbálni augusztus 10-én. Van olyan kéz, ahol fog egy tárgyat, egy eszközt, az ott nincs külön mozgató, hanem magát a tárgyat mozgatjuk, és akkor a kéz össze van szerelve. Ennek a csuklója egy kicsit jobban mozog.
Nos, hát kincsek kerültek elő a hőskorból, talán így is fogalmazhatunk, talán még a második évben látogattunk el egy ilyen kis bejárásra, ahol megmutat nekünk az Erik ugye a fantasztikus kis műhely titkokat, és hát ezeket az óriásokat láthatjuk majd most szombaton is, hiszen ahogy említette, 16 órakor lesz ez a nagy nemzetközi tájékoztató a színháznál, de hát aztán ott azért nyilván a közönség is oda fog majd sodródni, és hát nyilván megérkeznek majd a bábok is, pontosabban onnan indul majd az óriás bábos felvonulás, hiszen megkezdődnek a kvázi promóciós hétvégék. Így van. Nagyon nagy erővel készülünk mi ezekre az időszakokra, úgyhogy innentől kezdve minden szombaton a tavalyi tavalyihez hasonlóan lesznek ilyen különböző aktivitások és látványosságok a főtéren. Igyekszünk minél jobban belakni a köztereket ezekkel a bábokkal, mielőtt majd a nagy augusztus közepi szertartási játékhoz kapcsolódó rendezvények elindulnak. A színház maga július közepén, talán 23-án és augusztus 4-én egy-egy saját promóciós nappal is készül. Az elsőn a második Andrásra fogunk fókuszálni, a másodikon pedig Szent Erzsébetre fókuszálunk, és e köré fogjuk szervezni az összes látványosságunkat. Igen, hiszen ugye második András kerül majd az idei év középpontjába. Mit lehet tudni? Olyan az ember, aki nem szakmabeli, és ugye én csak egy magyar szakos bölcsész vagyok, mint egy bányászbéka, a kis bányászlámpájával megy előre a föld alatt, és amit lát, az jól látja, jobbra-balra semmit, tehát így készülünk mi egy-egy ilyen koronázásra. Második András egy rendkívül érdekes uralkodó volt, mert nagyon rosszul bánt vele a sors, egy végtelen pazarló, hányaveti, fura, pénzéhes, állandó pénzszűkében lévő, az országot kiárosító figuraképét hagyományozta ránk az utókor annyira, hogy még 20. század utolsó felében is közmegegyezés volt azzal kapcsolatban, hogy inkább egy ilyen pazarló és egy ilyen léha figura volt. És legutolsó időszakunkban kezd ányalódni ez a második András kép, és egy nagyon koncepciózus, rendkívül izgalmas, nagyon sokrétű király képét vetíti elénk a történész szakma. Ele maga a tény az, hogy 30 éven keresztül képes valaki megőrizni azt a nagyon bonyolult helyet, amit magyar trónnak neveznek, ebben nagyon sok király elvérzett, sokkal kevesebb idő alatt. Azért mégis az ő nevéhez az aranybulla is hozzáfűződik, amely azért 1848-ig meghatározta a magyar belpolitikai és a magyar közjogi szerkezetet. Tehát egy 5-600 éven keresztül érvényes törvényrendszert hozott létre a magyar kancellária az uralkodás alatt, illetve kezdjük másképpen látni már azt a rendkívüli osztozkodási vagy pazarlási hajlamot, amelyre azt írta a kódex az ő adománylevelében, hogy az uralkodói adomány legfőbb mértéke a mértéktelenség. Ez egyáltalán nem egy hányaveti pazarló emberről beszél, hanem egy hosszú távú koncepciózus államépítő figuráról szól. Egy biztos, nincs párja a magyar, az Árpád-házi királyok között, sem előtte, sem utána, egyedülálló jelenség a magyar történelemben. Ő a modern európai uralkodó. Olyan szinten volt képes felszívni a legújabb áramlatokat, olyan széles távlatokba gondolkodott, és olyan modernül rezgett rá minden újításra, amely sem előtte, sem később egyetlen egy Árpád-házi uralkodónak sem adatott meg. Excentrikus, fura figura volt, hercegként pénzt szeretett, ami a király sajátja volt, de egy rendkívül szenvedélyes, szerelmes típusú ember volt, egy háromszor nősült, és hát azért a gyermekei között, az öt gyermekéből azért kettő mégiscsak negyedik Bélának és Árpád-házi Szent Erzsébetnek hívják, tehát ő már csak ilyen szempontból is egy kulcsfigurája az Árpád-házi történetnek. Ha azt mondjuk, hogy tavaly azt mondtuk, hogy harmadik Béla valahol az Árpád-ház csúcs, a piramis csúcs, onnantól kezdve hanyatlás fog történni, akkor tulajdonképpen az őt követő második Andrásról azt mondhatjuk, hogy még egy utolsó nagy fellángolás, mint egy ilyen nagy csóva előrevetíti az Árpád-ház létét messze jövő évszázadokra, és ezzel tulajdonképpen magára is fog maradni.
Hát őt mutatjuk be maga bonyolultságában. De ez egy izgalmas feladat, nem? Egy igazi, ilyen ennyire igazi sok színház, színű. Igazi színházi alak ellentmondásosságában iszonyan szerette a pénzt. Pazarló ember volt világéletében. Háromszor nősült, rettetesen szerette a pompát, mindent, ami új volt, az önmagában értékes. Ilyen szempontból egy avantgard figura, az avantgardról tudjuk a 20. században, hogy az újnak önmagában értéke volt, tehát értéki értéke volt. András imádott mindent, ami új, ami váratlan, ami szélsőséges, megőrítette a kancelláriáját, mert megállás nélkül képződtek benne az újabb és újabb ötletek, volt, amit sikerült átverni, volt, ami meg elcsúszott a kancellária hát bürokráciáján, de egy rendkívül impulzív és élet utolsó pillanatáig ötletekkel teli ember volt. Nos, említetted a lányát is, ami fontos, hiszen emlékév is van, rajzpályázat is lesz. Hát igen, nem is tudom, hogy engem melyik izgalmasabb. Melyik izgat jobban. A Szent Erzsébet ő egy teljesen különleges lény, egy semmihez nem hasonlítható lény. A két szélső pontot mondom. 4 éves korában eljegyzik türingiai Lajossal, el is kerül Németországba, Türingiába, hogy tanulja a nyelvet, a kultúrát. 7 éve idősebb Lajos, akinek a feleségül szánják, 7 éve később hozzám egy feleségül, 3 gyermeket szül neki. Szenvedélyesen szereti a férjét, úgy, ahogyan egy feleségnek egy férjet kell szeretni, igaz szerelmi szenvedélye. Szerencséje volt akkor. Szerencséje volt akkor, és ezzel párhuzamosan élt benne egy másik szenvedély, az Isten iránti szenvedély. Ez a két nagy-nagy szenvedély, ez párhuzamosan volt képes benne együtt élni, ezt a két szenvedélyt ő egymásba folyatta, és egyforma intenzitással élte meg. Majd amikor a férje meghalt, akkor gyakorlatilag a gyászmunka helyett maradt az Isten iránt táplált szenvedélye, és miután meghalt a férje, az anyós elkergette otthonról a 3 gyermekkel, a 3 gyermeket később különböző kolostorokba adta, mert rálépett a Szent Ferenci útra. Szent Erzsébetünk, vagy Erzsébetünk tulajdonképpen időhelyesen végigjárja az Assisi Szent Ferenc útját. Tehát ő is lemond minden vagyonáról, ő is a szegények megsegítésé, egy aktív szerelmi, szeretetbeli szolgálatot vállal. Annyira, hogy Szent Ferenc majd még az ő életében egy csuhát is eljuttat neki, a 3. rendbeliek csuháját. Ezt a csuhát ma is őrzik egy párizsi ferences kolostorban, és tulajdonképpen fölemésztít ez az Isten iránti szenvedély, és 21-23 éves korában gyakorlatilag végegyengülésben meghal. Ugye ő a fiatal anyák és a feleségek védőszentje, a szolgáló szeretet nagy apostola, rendkívül népszerű mind a mai napig Európa szerte, és ahogyan férfiként Szent Lászlót szívében fogadta és emlékét ápolja a magyar hagyomány, úgy ápolja a szívében a magyar hagyomány Szent Erzsébetet is. Az előbb már említettem egy fontos momentumot, ugye azt is tudják már itt a nézők, a fehérváriak, hogy mindig igyekeztek megszólítani több korosztályt is, illetve kicsit közelebb hozni a történelmet mondjuk a fiatalokhoz, gyerekekhez. Szent Erzsébet története pont egy ilyen történet, ami a gyerek szívekhez vagy a középiskolásokhoz utat találhat, és lesz egy pályázat. Igen, ezt most írtok ki nem olyan régen, pontosan Szent Erzsébet figurájára fókuszálva, mivel egy rendkívül szerethető vadóc kislány volt, tehát a Türingiába érve a leendő anyósa pont ezt vetette a szemére, hogy úgy táncol, ott egy kocsis úgy rajcsolzik ott, mint egy paraszt gyerek, imádta az életet. És azt gondoltuk, hogy ez a különleges életet élő lány, ez elég közel tud kerülni a diákok szívéhez akkor, hogyha ilyen fejezetekbe vagy képekbe szedjük az ő életét, és utána annak megfelelően rajzpályázatot írunk ki. Tehát ki is írtuk ezt a pályázatot, 11 fejezetre osztottam a szent életét, és utána szétküldtük Kárpát-medencébe az egész anyagot, és abban reménykedünk, hogy 23-ai beérkezéssel meg fog érkezni az életét ábrázoló
rajzok sokasága, amelyből mi 11-et fogunk kiválasztani, és ebből a 11 kiválasztott anyagból egy óriás könyvet, egy kódexet szeretnénk létrehozni, ami gyakorlatilag ezeket a rajzokat tartalmazza oldalanként, és ezt lapozgathatja, ezt a 160 centi magas óriás könyvet lapozgathatja mindenki, mihelyest elkészül augusztus legelején. Tehát akkor egy ilyen embernagyságú könyvben fogunk találkozni, ahol ezek a gyerekrajzok gyakorlatilag ilyen kódexszerűen elmesélik ezt a 11 részletet. Igen, mert azt gondoltuk, hogy egy nagy élethez egy nagy könyv jár. Tehát, hogy legyen az, hogy legyen benne egy ilyen ráhökkenés, hogy mekkora is bír lenni egy könyv, és magát az egyes oldalakat lapozgatva és két kézzel kell majd fogni, és szabadon lehet kinek bepillantást nyernie egy ekkora életbe. Hát én azt tudom mondani, hogy izgatottan várjuk, hogy milyen gyerekrajzok lesznek. Szerinted nagy érdeklődés lesz? Igen, én azt remélem, hogy a Szent az fogja vonzani azokat a kezeket, akik majd tollat, temperát, vízfestéket és tust fognak ragadni. Ez olyan, mint korábbi években, ami az óriás vetítő körül volt, hiszen azok is gyerekrajzok voltak, mondhatjuk ezt? Olyasmi akció? Igen, sose felejtem el, amikor beérkeztek a rajzpályázatok, a Szent László pályázatról beszélünk, kiraktuk a színház második emeleti hosszú folyosóra, ennek se vége, se hossza, tehát egy nagyon hosszú folyosót képzelj el, és ott gyakorlatilag négy sorban a fal mellett végigért, tehát 40 méter hosszú, vagy 30 méter hosszan négy sorban rakva álltak a rajz, amikből nagy nehezen tudtuk csak kiválasztani azokat a győztes pályázatokat, amiket aztán ilyen ponyvára fölfestve, ugye ezek alkották a vetítők fém lábazatait, és azóta is, bahányszor kitesszük a koronázási játékokat, amikor ugye a Fény utcát vetítjük, nagyon sokan szelfiznek, és már nem csak a készítők és családok, hanem mindenki, mert ezek a rajzok oda vonzzák az embereket, mert olyan életközeliek. Tehát ha azt mondjuk, hogy sikerül ezek az akciókkal életközelbe hozni a királyainkat, akkor szerintem közel vagyunk ahhoz a tervünkhöz, hogy szeretnénk őket föltámasztani, az ő szellemüket föltámasztani, és őrzésre alkalmas, vagy méltó hagyomány tárgyaivá tenni. Sok sikert kívánok nektek ez a munkához, és köszönöm, hogy itt voltál. Nézőinknek pedig megköszönöm a figyelmüket. A pályázatról egyébként még több információt megtalálhatnak a színháznak a honlapján, a www.vörösmartiszínház.hu oldalon, nyilván ékezetek nélkül, valamint a koronázás.hu oldalon is. Köszönöm, hogy itt voltak köztérre, legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Viszontlátásra, szép estét kívánok!